Bécsi-Gregői szépen egy sugarba szedve. És... Yeah.
Hogy a szavazás az úgy történik, hogy a lányok választják a vál királyt, a vál herceget, a fiúk választják a vál királynőt, illetve a vál hercegnőt. És akkor talán mondanám is, hogy ebben az esztendőben, azaz 2002-ben lányok közül legtöbb szavazatot kapta, és ezzel vál királynő címet nyerte el, Rangasz Barbara. A kedves Barbara, illetve Bál Kulányi Szigőről Kulányokat a szépszikában. Maradjál is nézőes. És a lányok szavazatát mondanám most, mert ugye idáig ez volt a fiúk szavazata, a lányok szavazata, és ennek eredménye, hogy 2002-ben Bál király egy címet nyert el, fiúk közül Forró Balázs. Megkedves Balázs, neked is hasonló utat tudok, ugye gratuláljuk a becsőt sikerhez. És akkor most gratulálja a Bál királynak. És természetesen a győzteseken kívül vannak még második helyezettek is, azaz a Bál hercegnőt hirdetném most ki a lányok közül. Ki is kapta ezt a nagyon nagy kitüntetést, és azt hiszem, hogy nem sokkal kisebb, mint a Bál királynő cím. Lányok közül
de azért elő kell vennem a cédulámat. Nagy véletlenül rosszul mondjam, de... Lányok közül, tehát 2002-ben Bál hercegné címet nyert el Budai Boglárka. Hát neked is szépen gratulálok, Bál hercegnő. Nagyon szépen van Bál hercegné cím is. A fiúk közül második lett, azaz Pál hercegi címet nyerte el 2002-ben Nosza Tamás. A kedves Tamás, gratulálok szépen a sorsukat. És mivel a szavazás úgy alakult, hogy nem sok szavazattal maradtak el a harmadik helyzetek, ezért harmadik helyzetet is hirdetek. De azt hiszem, az elmúlt években is már volt, hogy két Bál hercegnő, illetve két Bál herceg született, és akkor mondanám, hogy a lányok közül Bál hercegi címet nyert el Kovács Szilvia. Kovács Szilvia, neked is gratulálok. A fiúk közül 2002-ben Bál hercegi címet nyert Varga Attila. Kedves Attila, gratulálok! És amennyiben a gratulációk megtörténtek, én megkérném szépen a hetedik osztályos tanulók közül, mégpedig Anitát és Zolit, hogy lehetek szívesek az iskola ajándékát átadni a győzteseknek, de előbb, ugye mivel itt lezárt borítékban vannak az oklevélek, ezt ki kell egy kocsom. Mert ez két percés lesz kikocsom, igaz? Én azt hiszem, hogy a fotók videófelvétel elkészült, ha bár még utána is lehet, mert a java még csak most jön ezután. Én arra kérek benneteket, kedves győztesek, Bál királynő, meg Bál király, meg Bál hercegnő, meg Bál hercegek, hogy a ajándékot és a csokrot, oklevelet lehet eszélyesek lehet tenni ide valahova. Talán oda, ahol volt, az lenne a legjobb, de ne tegyétek a csokor alá, mert vizes. Az oklevelet azt külön rakjátok ide föl. Igen, akkor kérjük szépen a tenni.
Hát nagyon szépen köszönjük a tapsot, és azt hiszem, hogy ezzel az egy csándással csak nem lehet megúszni, úgyhogy kérjük szépen tőletek egy nagyon rövid kis bécsikerik a drábásként, jó? Szólalni. Mondjuk, ha tapsoltatok volna, egyértelműen tudtam volna, hogy mit akartok. Hát akkor kedves közönségünk, kettő volt, most harmadik legyen, vagy ne legyen. Nem tőletek kérdezem. Legyen. Jó. Akkor egy kis jive-ot, jó? Legyetek szívesek produkálni? Beszéltük a növendékekkel, hogy egy alkalommal, minimum egyszer fölkérik a kedves szülőket. Hát most megkérném szépen a tanítványaimat, hogy legyenek szívesek megkeresni anyukákat, apukákat, és egy tánc elejét fölkérni, ez az egy tánc, ez a vécsikerünkbe. Egy közös tánccal szeretném a mai bemutatónkat befejezni a kedves szülőkkel, Thank you.
nemes közösség, és apjuk érni. A kedves szülőkön, kedves tanítának időt tovább, a keringőzön el, és kérem, hogy kapcsolódjanak el valamennyien, aki szeretik ezt a bátyot. Hey!
Aisha, réponds-moi.